A viharos időjárás miatt Csonkára sikerült első versenynap után izgalmas folytatást ígért az 56. Mecsekrali szombati programja. Hadgyorsasági összesen 90 versenykilométer várt a párosokra. Árpád-tetőnél Mecsek-Pöröske és Alsó Mocsolád, valamint Hetvehely és Golgota között két-két alkalommal haladt el a mezőny. A Mecsekralit a Citroen VRC-vel Bútor Róbert vezette, az ORB értékelésében viszont Vince Ferenc és Perce Nándor várt a legjobb helyzetben a futam záró részét, hiszen bő 8 másodperces előnnyel vághattak neki a napnak. Ez a különbség volt, hogy valamelyes csökkent, a hajrában viszont gyakorlatilag megduplázták, így a Széchenyi Rallis és navigátora először ünnepelhetett futamgyőzelmet Pécsett. Én szerintem az idei év legnehezebb versenye volt, ugye az időjárás az nagyon-nagyon különböző volt, néhol esett, néhol nem. Többnyire végig szliggumival mentünk, volt, hogy leszakadt az eső a fényes aszfalton, borzasztó nehéz volt menni. Szerencsére jó megoldottuk, kiegyensúlyozottak voltunk, jöttek a jó eredmények, végre begyűjtöttük ezt a skalpot, hogy egy Mecsekrallit is tudtunk nyerni, ez még sosem sikerült, úgyhogy nagyon boldog vagyok. A futamgyőztes legnagyobb ellenfele ezen a hétvégén is Turán Frigyes és Farnadi Ágnes volt. A két egység külön párharca a nógrádi futamot követően a Mecsekben is megismétlődött. Én azt gondolom, hogy nagyon jó csatát vívtunk Ferivel, ugyanazt folytattuk, amit Salgóban abba hagytunk, és örülök, hogy semmiféle műszaki gondunk nem volt. Én azt gondolom, hogy mi csapatunk talán most már nekem biztos, hogy a legjobb, de azt gondolom, hogy profi autót kaptunk megint. Gyorsultunk egyébként a elmúlt évekhez, vagy talán még Salgóhoz is, de azt gondolom, hogy ez most egy nagyon megérdemelt második hely, és egyébként büszkék vagyunk rá teljesen. A pénteki nap még nem volt teljes a Klaus Kristóf Papp Tamás egységnek. Óvatosan kezdtek, majd a gumik tapadásával akadt problémájuk. A szombat azonban egész más volt. Nem volt technikai gondjuk, a számukra kedvező körülmények között így jó időket tudtak autózni. Ez pedig kifizetődött, hiszen Klauszék az ORB értékelésében megszerezték a harmadik helyezést. Elég vegyes volt, azt gondolom, hogy volt eső, volt gumitaktika, volt monszun, és tényleg nyilván a tegnapi félbeszakítás az érthető okokból kicsit csonkította a verseny, de azt gondolom, hogy tudtunk alkalmazkodni a körülményekhez. Mai napon is, amilyen pálya ott maradt nekünk, azt gondolom, hogy jól lehoztuk. Igazából minél koszosabb, sarasabb, illetve keskenyebb a pálya, valahogy annál jobban tudunk alkalmazkodni hozzá. Úgyhogy minél extrémebb a körülmény, mi azt várjuk. Az 56. Mecsekrali szokás szerint több volt, mint egy hazai bajnoki futam. A technikás aszfaltos pályákon hazánk ezúttal is vendégül látta a Historic Európa bajnokság résztvevőit. A magyarok pedig egyáltalán nem voltak esélytelenek, sőt, a futamgyőzelmet végül ifjabb Érdi Tibor és Kerék István szerezte meg, akik a Ford Sierra Cosforttal végig vezették a versenyt. Nap közepén volt egy féltengelytörésünk, és ott kaptunk tőle 16-ot, de itt az utolsó körbe kapott egy percet a három gyorsan, azt lenyomtuk, és igazából mentünk a saját tempónkba, és élveztük azt, hogy az autó jó, jól működik, álom volt menni vele. Nem tudom ismételni magamat, mint sem köszönöm a csapatnak, mert kellettek ahhoz, hogy ilyen eredmény szülessen. Mi nem hibáztunk Pistivel, úgyhogy ez ebből kerekedett ki. És az, hogy a Laki előtt 1 perc 20-szal tudunk nyerni, ez megható. A Historic értékelésében egy olasz kettős végzett a dobogó második fokán. Laki és Pons Fabrizia egy Lancia Delta integrálival szerezte meg az ezüstérmet, az osztrák Wagner Karl és Sauner Gerda páros pedig a 911-es Porsche-val lett a harmadik. A top 3 mögött közvetlenül a sokszoros magyar bajnok és Historic EB CESZ győztes Wirtmann Ferenc és Kerekes József zárt, akik ismét emlékezetes teljesítménnyel zárták a hétvégét. Hát a magán a versenyen abszolút negyedikek lettünk, így mindenkit beleértve a magyar bajnokságban értelemszerűen a kísérdi nyerte az Európa bajnokságot, így a magyar abszolútban mi másodikak lettünk. Kísérdi nyerte a E-csoportot, mi nyertük az E-abszolútot, mi nyertük a D-abszolútot, meg a kategóriát, úgyhogy teljesen elégedett vagyok. A Historic EB értékelésében végül 40 egység ért célba. Kalapács Zsolt és Mohácsi László az előkelő 12. helyen zárt, a Historic OB mezőnyében a 4. lett,
A D3-as kategóriában viszont Virtvanék mögött elcsípett egy második helyezést. Nagyon messziről indultunk, mert azért amit vizes volt a pálya, meg vízbe mentünk, az nekem nem ment annyira. Aztán ahogy kezdett száradni, egyre jobb időket tudtunk menni, és a végére azért csak megtaláltam a gázpedált, és szerintem úgy nagyjából olyanokat, mint amit régen tudtam menni, most tudtunk jönni, és most boldogságban. Az 56. Meccsek Rally a hazai bajnokság idei harmadik verseny hétvégéje volt. Az első osztály számára most egy hosszabb szünet következik. Legközelebb augusztus elején találkoznak egymással az ugyancsak nagy tradícióval rendelkező Veszprém Rallyn.